Köszöntöm Önöket, 25 éves a Rév Ambulancia. 1997 óta segítik a szakemberei a szenvedélybetegeket és a hozzátartozóikat. A jubileumi ünnepségre látogattunk el, az erről készült összefoglalót láthatják most a köztérben, tartsanak velünk! A Rév Ambulancia 1997-ben kezdte meg szolgálatát a szenvedélybetegek és hozzátartozóik körében. Az elmúlt 25 évben sok személynek tudtak segíteni a munkatársak. Az ambulanciát jól jellemzi mindaz, ami a nevében is jelen van, hiszen a Rév rövidítésben fellelhetőek a remény, az élet és a változás szavak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy most már több mint 10 éve lehetek én is részese a Rév munkájának, és azt látjuk, hogy a megkeresőink körében függők hozzátartozói, párkapcsolati problémákkal, gyermeknevelési kérdésekkel fordulnak hozzánk. A függőség az nagyon széles körű, nem csak szerhasználat, hanem különböző viselkedés függőségekkel is találkozunk. Úgy, mint manapság látjuk, hogy a gyerekek nagyon sokat vannak az online térben, és ez mennyire megváltoztatja sokszor a család működését, és sokszor ezzel keresnek meg a szülők. Találkozunk házassági krízissel, párkapcsolati problémákkal, és ilyenkor a családterápiával tudunk segíteni, de emellett számos pszichiátriai kérdésben is keresnek meg, ilyenkor a pszichiáter orvosunk nyújt segítséget. Hány munkatárs segíti az emberek életét itt a városban? 10 fős csapatunkból ketten most szülési szabadságon vannak, így összesen most 8 munkatárssal dolgozunk a Révben. A székesfehérvári Caritas fenntartásában működő Rév jubileumi ünnepségén Spányi Antal megyéspüspök hangsúlyozta, az evangélium tanítása szerint felelősek vagyunk a másikért. Rendelkezésre kell állni, a bajban jutotton segíteni kell. Egy 25 éves alkalom mindenképpen megkívánja és lehetőséget ad arra, hogy megálljunk egy rövid időre, visszatekintsünk, a múltból erőt merítsünk, és ezzel az erővel tudjunk aztán azon az úton tovább haladni, amelyet kijelölnek a mi számunkra. Nem e világi hatóságok, nem elsősorban saját kényünk, kedvünk, hanem hitbéli meggyőződésünk. A keresztény ember bibliás ember. Olvassa, forgatja a Szentírást, tanulmányozza azt, és amiket ott talál, azokat próbálja maga életébe megvalósítani. Egy része a Szentírásnak, az evangéliumoknak, egy nagyon fontos része, amelyet egyesek talán fenyegetésként életnek meg, mások bátorításként és erőként, vigasztalásként, felemelő erőként életnek meg. Ez a szakasz legelőször Máté evangéliumának a 25. fejezetében van. Az a tabló, amelyben arról beszél az Úr Jézus, hogy a világ végén összegyűjtik az embereket, szétválasztják egymástól a jókat és a rosszakat. És mi az, ami alapján szétválasztják? Nem azt mondja, hogy mennyit imádkoztál, hányszor voltál Szent Misén, hány csúnya szó hagytál az ajkadat, hanem azt mondja, hogy éhes voltam, és adtál-e ennem. Szomjas voltam, és találtam-e nálad italt. Idegen voltam, és befogadtatok-e. Nem volt ruhám, és vajon adtatok-e a magatokéból. Beteg voltam, és törődötte velem valaki. Vagy akár börtönben voltam, és kikeresett föl engem. Ha ezt megtesszük, akkor van reményünk arra, hogy a jobb oldalra kerülünk. Ha nem, akkor biztos óhatatlanul a másik oldalra. Persze, hogy teljes képet fessek, és senkit ne mentsek föl, sem az imádság ajándéka, sem a szép magyar beszéd tisztessége alól, ezért azt mondom, hogy nyilván szükségünk van az imádságra, a szentmisékre, a szentségekre, a tisztességes beszédre, a normális emberi magatartásra, ahhoz, hogy egyáltalán Isten számára megfelelő eszközzé lehessünk. Talán már tudják,
szeretném remélni, mert sokszor idézem Szent II. János Pál pápát, aki az egyház egyik igen nagy személyisége volt, nem csak annak az időnek, amelyben ő vezette Szent Péter hajóját, hanem az egész egyház történelemnek kiemelkedő személyisége volt. Ő sok bölcs dolgot tanított, és az egyik ilyen, ami számomra nagyon fontos és nagyon közel van, az az, hogy az embernek ott kell segíteni, ahol van. Ez nem azt jelenti, hogy egy Ukrajnából menekültet itt kell segíteni, mert itt van, hanem többet jelentenél. Az embernek ott kell segíteni, abban a helyzetben, amiben belevitte ő magát, amiben benne van. Ezek lehetnek függőségek, lehetnek összeférhetetlenségek, lehetnek emberi gyengeségek, sok minden lehet, nem érdemes most itt nekem ezeket sorolgatni, abban a helyzetben kell az emberen segíteni. Ott kell mellé állni, ott kell neki Krisztus szeretetét közvetíteni, ott kell egy új élet lehetőségét megmutatni és fölragyogtatni előtte. Ehhez kell a szakértelem, ehhez kell a hit, ehhez kell az imádság. A szakértelem segít a bajban lévő emberem, az imádság pedig azt a kegyelmi erőt tudja közvetíteni felé, amely nélkül csak önmagára marad és vergődhet. A rév egy olyan mozaik szó, amely igazából ezt próbálja meg összefoglalni. Van remény, van élet, és lehetséges a változás. Remény, élet, változás. Nyilván ahhoz, hogy valakiben ez a változás megszülessen, kell a szakértelem, a melléállás, a segítség, de kell az is, hogy fölébresszük a vágyat abban az emberben, aki rászorul a változásra. Ne egy pillanatra, ne egy múló remény legyen ez benne, hanem erős vágy, erős akarat. A függőségben élőknek a családtagjait is érinti az ő függősége, az ő bajban levése, és kell, hogy a család is mellé álljon. Sok tragédiát látunk, egyéni családi tragédiát is, és az ember kívülről tudja pontosan, mi az, amit megtehet, és mi az, amire nincsen ereje. Valójában azért azt látnunk kell, hogy a rév egy felkínált oázis annak, aki keres, annak, aki új életet akar élni, annak, aki szabad akar lenni, és aki meggyógyulni, teljes életre vágyik. 25 éve dolgozik a rév, és teszi ezt a szolgálatot, amely nem csak a bajban lévő ember, nem csak a családja, hanem egy tágabb környezetet is érint, hiszen nem mindegy egy lakóházba, nem mindegy egy utcába, de nem mindegy egy városban sem, hogy hány ember milyen módon éli az életét, boldog, békességes, beilleszkedő, családdal együttműködő, vagy mindig hangos tőle a környék, mindig valamiféle gond és baj van körülötte, mindig a panaszok érkeznek miatta, és az emberek rosszul érzik saját bőrükben magukat. Ez alatt a 25 év alatt a rév munkatársai azt gondolom nagyon sok jót tettek. Sokszor mondhatják majd, hogy a Karitásszal együttműködve, mely a révet föntartja, igen, adtunk élelmet, adtunk italt, befogadtuk, aki magányos volt, odaálltunk a bajban lévő ember mellé. Cserpalkovics András polgármester elmondta, hogy a szociális szektoron belül fontos, hogy az állami, önkormányzati, egyházi, civil szervezetek által működtetett intézmények jól együtt tudjanak működni. Ez Székesfehérváron megvalósul. Mit keres itt egy városvezető, hiszen itt nem egy önkormányzati fenntartású intézmény együttes születésnapján vagyunk, hanem egy egyházi szervezeti struktúrán és ahhoz kapcsolódó kereteken belül működő gyakorlatilag szakmai szervezet 25. születésnapján. Két ok miatt is fontosnak tartottam, hogy ezt a kedves meghívást elfogadjam.
Egyrészt, mert van alkalmam köszönetet mondani, másrészt pedig van alkalmam arra, hogy néhány gondolatot mondjak arról a tartalmi együttműködésről, ami nagyon is indokoltá teszi, hogy ezekben a kérdésekben közösen gondolkodjunk. A köszönet nyilvánítás az azt hiszem, hogy viszonylag egyszerű. Egyrészt az elvégzett feladatokán, másrészt pedig a 25. évfordulóra gondolva. 25 év az nem véletlen. Az nem olyan, hogy létrehozunk valamit, működgetünk akár a legjobb szándékkal is, majd elfogy a lendület, az energia, elmennek a szakemberek, és akkor hagyjuk, és kitalálunk valami mást, és azt is egyébként elindítjuk. 25 év az arról szól, hogy valamit valakik megálmodtak valamilyen céllal, azt létrehozták, azt működtették, ehhez jó szándékú emberek és szakemberek csatlakoztak, majd képesek voltak egymásnak azt átadni, kialakítani a kapcsolatrendszert másokkal, más intézményekkel, más fenntartókkal, és aztán egyre inkább a tartalomban megvalósítani azokat az álmokat és célokat, amik a létrehozáskor még csak álmok voltak, de megfogalmazott célok. 25 év az nem véletlen. 25 év mögött már hitünk szerint nyilván a gondviselés támogatása, és nagyon-nagyon sok embernek az együttműködése volt szükséges. És én azt jöttem most a közösségünk nevében megköszönni, hogy voltak, akik megálmodták, és voltak, vannak, akik ezt működtetik, a célokat kitűzték és kitűzik, hiszen minden szervezetnek szüksége van mindig előre látásra, mindig stratégiában kell, hogy gondolkodjon, kell, hogy legyenek álmai, még olyan álmai is kellenek, hogy legyenek, amik a megfogalmazáskor még tényleg olyan álomnak tűnnek, aztán telnek, múlnak az évek, és adott esetben ezek közül sok minden megvalósul. És itt fontos áttérni a tartalmi kérdésekre, hiszen sokszor beszélünk állam-egyház szétválasztásának gondolatáról. Azt hiszem, hogy ez is önmagában megérne eseményeket, rendezvényeket, hogy mit is kell ezen érteni a 21. században, és milyen tapasztalataink vannak e vonatkozásban a 20. század vonatkozásában. De ami miatt ezt most én előhozom, hogy ez nem jelentheti azt, hogy nincs együttműködés állam és egyház, és az állam egyik alrendszereként az önkormányzat és az egyház között. Sőt, ki kell, hogy mondjam, hogy szerintem ilyen együttműködés kell, hogy legyen. Ez nem egy lehetőség számunkra, hanem egy olyan alap, ami nélkül egy város közössége egyszerűen nem tudna működni. Fontos az, hogy együtt tudjanak működni az egyházi szervezetek, együtt tudjanak működni az állami szervezetek, és együtt tudjanak működni az önkormányzati és a civil szektor szervezetei is. Hol intézményként, hol fenntartóként, hol támogatóként, hol valamilyen feladatfinanszírozásban, hol pedig a szakemberekként, de valójában ez az együttműködés fogja meghatározni, hogy egy város ebben az esetben szociális rendszere az hogyan képes és hogyan tud működni. Márpedig egy város erejét éppen talán az mutatja meg a leginkább, hogy hogyan tudunk gondoskodni azokról, akik valamilyen metódusban, valamilyen szinten éppen rászorulnak arra, hogy segítsünk nekik. A legkisebbeket is beleértve ebbe, a kicsit régebb óta fiatalokat is beleértve egybe, és azokat is, akik bármilyen más szociális szempontból, rászorultsági vonatkozásban, szenvedélybetegségük okán, vagy bármilyen más tekintetben, de éppen átmenetileg, vagy nagyon is tartósan rászorulnak arra, hogy a közösségtől segítséget remélhessenek. És ott dől el egy város ereje, hogy ezt a segítséget képesek vagyunk-e neki megadni. És itt egy alapvető kérdés szerintem az, hogy jó helyen tudjuk az adott ellátási formát biztosítani. És jó helyen, jó szinten tudjuk azt meghatározni, hogy hol van annak a jó helye. Van, amiben az állam tud jól működni, van, amiben egy önkormányzat tud jó ellátási formát biztosítani, és van, ahol az egyháznak lehet olyan, és van olyan küldetése, amelyben az adott feladat ellátásának a legalkalmasabb helyét is megtaláljuk. Nyilván egy fenntartási kérdéskör soha nem egyszerű, akár közvetlenül, akár áttételesen történik, hiszen rengeteg jogi, pénzügyi, szakmai keretnek kell tudni megfelelni. De valójában utána a lényeget a tartalom jelenti. A tartalom pedig az, hogy annak az ellátotti körnek hogyan és mit tudtunk biztosítani, és azt jó helyen tudtuk-e biztosítani. Arról nem is beszélve, hogy ez nem mindig ugyanabban a pillanatban ugyanazt jelenti. Nem ugyanazt jelentette a 90-es években, nem ugyanaz adott esetben, így most már a 21. században sem. És emlékeztetnék mindenkit arra, hogy amikor ebben a körben találkoztunk 2019-ben egy szép ingatlan átadás ünnepségén, akkor még kigondolt arra, hogy néhány hónap választ el bennünket egy világjárványnak a megjelenésétől.
akkor abban gondolkodott, nyilván maga az intézmény is, hogy az ő fejlődéséhez szükség van egy infrastruktúrában, eszközrendszerben is megjelenő fejlődésben, és egy keretrendszer fejlesztésében. Miközben előtte voltunk valaminek, aminek még sajnos most se tudjuk múlt időbe téve azt mondani, hogy utána vagyunk, valahol közben vagyunk, de egyet biztosan tudunk, hogy egy olyan időszak volt, ami még inkább ráirányította a figyelmet arra, hogy mennyire fontos lenne az emberrel foglalkozni. Mert ha valami megterhelte az embert, akkor azt hiszem, hogy ez a kettő esztendő megterhelte az embert, ráadásul az embernek éppen a lelkét, éppen a szívét. Mert persze racionálisan tudtuk, hogy éppen maradni kell otthon, de közben az nem volt olyan magától értetődő és egyszerű, hogy maradjunk otthon. Pláne, ha valaki adott esetben egyedül volt, ha nem volt kihez szólnia, ha amúgy is voltak olyan problémái, nehézségei, szenvedélyei, amivel ő elmulatta azt az időt, amivel egyébként éppen a szakember pedig nem tudott odalépni hozzá. Ő pedig adott esetben nem tudott valahol elmenni, szakmai segítséget kérni. Én biztos vagyok abban, hogy bizony sajnos ennek a járványnak a társadalmi hatásai, az emberre gyakorolt hatása, az jóval hosszabb ideig itt lesz velünk, mint önmagában ez a vírus, vagy akár annak legyengített különböző módozatai és változásai. Azaz az önök feladata, az önök munkája tekintetében még nagyobb kihívások vannak, bármilyen rászorultsági elv alapján működő intézményrendszerről is beszélünk. Ami megint mit tesz szükségessé? Az együttműködést teszi szükségessé. Ha már egyébként szenvedélybetegség, akkor tudjuk, hogy például a kábítószer ellenes küzdelem vonatkozásában, annak a társadalmi kérdéseinek az áttekintésében egy nagyon jó konzultatív együttműködő fórum működik hosszú évek óta ebben a városban. Ennek a működtetésem sem volt egyébként a Covid idején egyszerű, hiszen az online, bár sok mindenre alkalmas, de nyilván nem tudja pótolni a személyes találkozás, a személyes szakmai eszmecseréknek a kérdését. Én ezt az együttműködést is jöttem megköszönni, mert én úgy érzem, hogy ebben a városban az állami szervezetek, az egyházi szervezetek, a civil szervezetek, az önkormányzati intézmények között jó ez a fajta együttműködés. 1997-ben, hogy egy kis visszatekintést tegyünk, a Német Caritas együttműködésével és támogatásával jött létre Székesfehérváron a Rév, azzal a céllal, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők számára támogatást, segítséget nyújtson, és segítséget, kiutatást mutasson a függőségek rabságából. A 2000-es évek végére az országban több városban is, így Budapesten, Győrön, Szombathelyen, Szekszárdon, Egerben, Kecskeméten és Debrecenben is létrejött a Rév, egy hálózatot alkotva, és ugyanazon küldetéstudattal, arculattal, elhivatottsággal végzik azóta is áldásos munkájukat a szenvedélybetegek megsegítésére, természetesen egyedi sajátosságaik megőrzése mellett. De mi történt az elmúlt 25 évben itt Székesfehérváron? Hát hála Istennek azt mondhatjuk, hogy a minket is sújtó kihívások, nehézségek ellenére, gondoljunk csak a polgármester szavaira is visszautalva, a több mint két éve velünk együtt élő Covid-járványra, illetve a mai nap a szomszédban zajló háborúra, amire a jövőre nézve is bizony igen nagy pszichoszociális következményei lesznek, ami most így a mi munkánkat, szolgálatunkat is érinti. Tehát, hogy ne erről beszéljünk, hanem inkább arról, hogy ez idő alatt a Rév nem csak hogy fennmaradt, hanem mind infrastrukturálisan, mind szakmailag bővülni, fejlődni tudott. Meg kell említenem, hogy nemrég fejeződött be a közösségi ellátás székhelyéül szolgáló Gyümölcs utcai épületünk felújítása, ezen kívül pedig a nappali ellátásnak helyet biztosító Móri úti épületnek a bővítése, rekonstrukciója is folyamatban van. A szakmai részt tekintve a nappali és a közösségi ellátás mellett működik az alacsony küszöbű ellátás, az elterelés, és ezen kívül most már pszichiátriai rendeléssel, szakrendeléssel is tudunk segíteni a hozzánk fordulókon. Munkatársaink nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, a családi életre, nevelésre is. Ennek keretein belül oktatási nevelési intézményekbe járnak, hogy a
felnövekvő generációt érzékenyítsék, felhívják figyelmüket a szerhasználat veszélyeire, következményeire, és a nemetmondás képességét erősítsék diákjainkban. Szakmai szempontból tehát elmondható, hogy munkatársaink gyakorlatilag diplomát diplomára halmoznak, továbbképzésekre járnak, hogy minél szélesebb körű szakmai háttérrel fogadhassák a segítséget kérőket. Azt gondolom, hogy ez a fajta professzionalizmus és az intézményi keret nagyon fontos. De ami még ennél is fontosabb, az talán az a hozzáállás, hogy munkatársaink csak úgy, mint a Caritas fenntartásában működő egyéb intézményben dolgozó munkatársaink, vagy a plébániai Caritas csoporthoz kötődő önkénteseink, ezt a szolgálatot, ezt küldetésnek tekintsék. Hiszen az a talentum, amit kaptunk mindannyian, hogy hivatásunkat minél jobban teljesíteni tudjuk, nem maradhat elásva, nem maradhat véka alá rejtve, hanem ezeket kamatoztatnunk kell fele barátaink javára. Az egyéni és a csoportos terápiák során rengeteg sok élettörténettel találkozunk. Mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon két egyforma eset gyakorlatilag nincsen. Különféle okokat látunk felsejleni a szenvedélybetegségek kialakulása hátterében, de talán nem túl általánosító azt mondanom, hogy közös a kliensek megélésében önmaguknak az értéktelenségének az élménye. És a mi küldetésünk, hivatásunk arról is szól, vagy szeretnénk, hogy szóljon, azt tűzi ki célul, hogy ezeket a hozzánk forduló fele barátainkat, szenvedélybetegeket adott esetben a Jóisten felé vezessük. Hogy meg tudják tapasztalni azt az isteni szeretetet és jóságot, amely mindannyiunkra kiárad, attól függetlenül, hogy milyen képességekkel, adottságokkal, függőségekkel vagyunk jelen. És azt hisszük, hogy ha megtapasztalják ezt az isteni szeretetet, akkor újra meg tudják élni magukat értékesnek, olyan valakinek, aki, mint Isten képmására teremtett, helyet talál a világban, megtalálja az értékes mi voltát, azt, amivel szolgálni tud a mások számára. Ez a küldetés, amely karitászosként, és azt gondolom, hogy keresztényként is jelen van, ezt talán a legjobban a fele baráti szeretet imái kötetből a következő imával tudnám a legszebben kifejezni. Krisztus a te kezeddel cselekszik. Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Nincs más segítsége, csak a mi segítségünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, amelyet a világ még olvas. Mi vagyunk Isten rejtett üzenete, ahogy ezt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Cserta Gáborné, a Révambulancia egykori vezetője a kezdetekről mesélt a közönségnek, arról az időről, amikor Fehérváron elkezdődhetett a szenvedélybetegek, rászorulók segítése. Nagyon jó visszaemlékezni a kezdeti időkre. 1990, hogy is kezdődött? 1996-ban megkeresett Lázár Ilona, aki akkor volt a Caritas vezetője, azzal a kéréssel, hogy szeretnék harmadikként elindítani Székesfehérváron a révszolgálatot, és hogy elvállalnám ennek a szolgálatnak a vezetését. Én akkor az úgynevezett kettes számú családsegítő szolgálatnál dolgoztam, hiszen akkor Székesfehérváron két családsegítő működött, és nagyon-nagyon megtisztelőnek tartottam a felkérést, és iparkodtam ennek megfelelni. Azért is volt ez így teljesen jó, mert széles körben kapcsolatban voltunk, család voltunk, és voltam családgondozóként az akkor Fehérváron működő szociális intézményekkel. Tehát nagyon egyszerű volt tulajdonképpen ezt a szolgálatot bemutatni, hiszen ismerősként jelentem meg azokban az intézményekben, csak természetesen mást képviselve. Mi az, ami ragyogó volt akkor?
az, hogy a családgondozóként tapasztaltuk, hogy mennyire nem tudunk igazán adekvát módon segítséget nyújtani a szenvedélybetegeknek. A RÉV mit kínált? Pontosan azt, hogy egy holisztikus szemléletben, egy rendszer szemléletben nézzük ezt a problémát. Ne index személyként kiragadjuk a szenvedélybeteget, hanem nézzük abban a rendszerben, amiben ő él, a közösséget, a családot, az iskolát, a munkakörülményeket, a munkaközösséget. A meglévő szociális intézményeken kívül az önsegítő csoportokat és a civil szervezeteket is megkerestem, és tulajdonképpen mi volt a célunk, úgy, ahogy polgármester úr Püspök Atya is mondta, szemléletmódváltást elindítani a segítő intézményekben, és ha szabad úgy mondanom, egy kicsit a fehérvári közösségekben. Mit is jelentett ez? Hogy próbálják úgy nézni a problémát, hogy az a meglévő rendszernek egy tünete. Jöjjön, nem csak a hozzátartozóval tudunk foglalkozni, hanem tudunk foglalkozni mind azokkal, akiket érint a szenvedélybeteg probléma. Akár egy lakóközösségben lévő valakit, akár az iskola, egy osztálytárs jelenléte, aki jelez felénk. Abban az időben ketten indultunk el, ketten dolgoztunk, és önsegítőkkel parkottunk megoldani azt az időszakot, amikor képzésen voltunk. Caritas biztosított 120 órás, illetve 180 órás speciális szenvedélybeteg képzést. Ez azért volt nagyon jó, mert ezen keresztül tudtuk átvenni és megtanulni azt a szemléletmódot, amit a német Caritas, hiszen tőle vettük át ezt a módszert, német Caritas tulajdonképpen biztosított és segített nekünk abban, hogy ezt az új szemléletet tudjuk meghonosítani. A munkatársaink mellett természetesen és a szakmai projekthez hozzátartozott, és itt a Halász Bandi bácsinak a nevét szeretném nagy szeretettel megemlíteni, aki Mária Besnyőn iszákos mentő lelki gyakorlatot indított, és oda tudtunk rendszeresen küldeni olyan klienseket, olyan gondozottainkat, akik ezt igényelték, hiszen számtalanszor megtapasztaltuk, hogy végesek a lehetőségeink. Nagyon sok mindent megtörtént a terápiában, de milyen sokat tudott adni egy lelki program, egy lelki gyakorlat, és ennek köszönhetően bizony jó pár olyan gondozottunk lett, aki azóta is, és éppen múltkor találkoztam az egyikkel, és nagy örömmel tapasztaltam, hogy tulajdonképpen abszinensé vált. Nagyon-nagyon fontos volt a továbbiakban az önkormányzattal felvenni a kapcsolatot, a megyei és a városi önkormányzattal, és itt is szeretnék ezért köszönetet mondani, hiszen ők biztosították az iskolákban való jelenlétünket. Az Oktatási Bizottságnál megjelenvén elmeséltem, megbeszéltük, elmondtam, hogy milyen módszerrel dolgozunk, és mennyire fontos lenne a pedagógusokat és a gyerekeket is tulajdonképpen ebben a szemléletben beintegrálni. Lehetőséget is kaptunk, és pedagógus fórumot tartottunk nagyon sokszor, és kialakult a RÉV-ben az úgynevezett kortárs segítőcsoport, amit András Párkány András vezetett, és itt szeretettel köszöntöm, mert hogy azóta hány olyan fiatallal találkoztam, aki boldogan újságulta, hogy az önsegítő és a kortársegítő csoportban való együttműködés és részvételnek köszönhetem, hogy most szociális munkás vagyok, hogy most mentálhigiénés diplomám van, és hogy ezen a szociális területen dolgozhatom. Tehát ez is egy nagyon-nagyon sokat jelentő lehetőségünk volt a fiatalokat illetően. Nagyon sokat tudtak segíteni, hiszen ők a gyerekek között, a fiatalok között éltek, és nagyon jó jelzőrendszert tudtak kialakítani. Nagyon sokszor maga az osztályfőnök jött jelezni hozzánk, hogy probléma van. Leültünk beszélgetni az osztályfőnökkel, és kiderült, hogy miért van probléma, hiszen az osztályfőnök családjában is van hasonló probléma. Tehát nagyon-nagyon érdekesen alakult, és mutatta meg magát ennek a problémának a komplex jelenléte. Természetesen kapcsolatba kerültünk a lelkisegészszolgálattal, a pártfogói hálózattal, hiszen elterelés is indított akkor az intézményünk,
és tekintettel arra, hogy alacsony küszöbű szolgáltatásként működtünk, egészen 2006-ig, 2007-ben jöttem el nyugdíjba, ez egy fantasztikusan jó lehetőség volt ahhoz, hogy tulajdonképpen, mint egy család, a szeretetteljes megengedő, de ugyanakkor korlátozó magatartással hihetetlenül le tudtuk fedni a környezetünknek az igényeit. A szakrendelésünkön fogadunk problémás, illetve függő szerencsejátékosokat, alkohol problémában érintetteket, drogfüggőket, kivéve a legsúlyosabb opiátfüggőket, akik fenntartó kezelésre szorulnának. Aztán fogadjuk a függő betegek hozzátartozóit, akik még a motivációs, ugye a hozzátartozójuk motiválásában kérnek segítséget, társfüggőket, akik maguk nem a saját szerfüggőségüktől, hanem a társuk függőségétől és abból való szabadulási képtelenségben szenvednek. Természetesen közvetlen kórházi háttér hiányában elsősorban olyanokkal dolgozunk, akik az elvonási szakaszon már túl vannak, nem veszélyeztető állapotúak és együttműködnek. Az alacsony küszöbű ellátási formában az alacsony motivációs szintű szenvedélybetegek terápiába vonását készítjük elő. Mivel lehetőségünk van ugye közvetlen pszichiátriai problématikákkal is foglalkozni, megjelentek a depresszióval, hangulatzavarokkal, szorongással, pánikkal küzdő emberek, akiknek részben van esetleg szenvedélybetegség problémájuk, tehát kettős diagnózisúak, vagy az nincs, vagy a hozzátartozójuknak van, tehát itt rendkívül bonyolult viszonyokkal tudunk találkozni. Aztán egy más terület az akut élethelyzeti krízissel küzdők támogatása. Nagyon jó volt hallani, és valóban így volt a kezdetektől fogva, ugyan Csertáné Jutka előadásába hallottuk, a család központi jelentőségére figyeltünk kezdettől fogva, és ez olyan irányba nőtt tovább, hogy munkatársaink közül egyre többen végezték el a családterápiás terapeuta képzőt, és valóban most már ezen a szinten is tudunk a családokkal, a párokkal foglalkozni. És egy másik, a COVID kapcsán még aktuálisabbá vált terület a gyászreakcióknak a területe, hiszen sokan elvesztették hozzátartozóikat, és egészen súlyos mély depressziókkal találkozhatunk ennek kapcsán. Ennek a kezelése részben lehet a egészen súlyos esetben pszichiáter feladat, de ugyanakkor a gyásztanácsadó, az egyéni gyászfeldolgozás, illetve a csoportos gyászfeldolgozás nagyon sokat adott ezeknek a szenvedő embereknek. Az ünnepségen a székesfehérvári, a kecskeméti, a budapesti, a szombathelyi, az egri, a szekszárdi szolgálat, a Caritas szociális intézmények munkatársai vettek részt, akik az elmúlt évek eseményeiről, a szakmai munka sajátosságairól tájékozódhattak. Kedves nézőink, a köztérben a 25 éves Révambulancia kapta a főszerepet. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!